Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit az Eredeti Fény templomban 90 napos tanításunk záró darma beszédén. Megkérek mindenkit, hogy együtt énekeljük el az Óm-Nám-Mantrát hétszer. szépen. Befejeztünk most egy elvonulást, amelyen sokótok részt vett, rövidebb vagy hosszabb ideig, teljes időben vagy részben. Mi egy elvonuláson a lényeg? Mindannyian tudjátok azt az egyetlen egy mondatot, amely nem csak a zennek, hanem a mahaján a többi ágazatának is, a jelmondata, ébredj föl és segíts másokon segíts másoknak is fölébredni, azért, hogy ne szenvedjünk és szenvedtessünk. Az emberi élet ezen a földön pont olyan, amilyenné tesszük, nem más. Ez a tudatminőségünktől függ. Ha ez a tudat tiszta, akkor az élet is tiszta, ha ez a tudat nem tiszta, akkor az élet sem tiszta. Az elvonulás arra szolgál, hogy ez a tudat letisztuljon, mi az, ami lát benned, hall benned, beszél, érez, gondolkodik és cselekszik benned. Ennek a tudatnak valamikor azt a nevet adtuk, hogy én. Ezzel elkövettük a legnagyobb hibát. De meg is nyitottuk a legnagyobb lehetőséget. A legnagyobb hiba, ha ez az én fogalom nincs letisztázva ha nem látjuk, hogy hogyan jön létre, hogyan működik és hogyan tűnik el. A letisztázott én fogalom visszaolvad a nem énbe. A fogalom visszaolvad a térbe. A mantra visszatér a csendbe. Ahonnan újra megjelenik a szó, a név, a forma és a rezdülés. Ezt egy elvonulás keretein belül nagyon sokszor tapasztalhatjuk. Mi hát az igazán fontos egy elvonulás materiális testben lévő kivitelezésekor? Három dolog. Az egyik, hogy amit eltökéltél, azt be is fejezed. Az adott dátumon kezded, az adott dátumon fejezed be. Itt nincs alkú, nincs magyarázkodás, nincs kivétel. Miért? Mert szabad akaratodból teszed ezt a saját elhatározásodból vagy itt. És ha ezt megtöröd, akkor a saját erődet csökkented. Ezt később a környezetből igyekeznél pótolni. Tehát ahhoz, hogy a probléma helyett mi legyünk a megoldás, ahhoz, hogy mi tudjunk segítséget adni, ahelyett, hogy mi szorulnánk segítségre, ahhoz egy erős és világos akaratra van szükség. Ezért ez az első szabály, hogy amit elkezdtél, azt befejezed, amit megígértél magadnak, azt teljesíted. A második szabály az, hogy minden elvonulásnak van egy időrendje és egy szabályrendszere, és ezt tartjuk. Ezt azért tartjuk, mert különben ez a hajó, a prajna, a bölcsesség hajója, amin annyian utazunk, szétesik. Ezt a szabályrendszert nem azért hozták, hogy valakik jól érezzék magukat tőle, vagy hatalmasnak érezzék magukat tőle, ez azért van, hogy szolgálhassuk egymás haladását az úton. Ez az idő és a tér elrendezése egy elvonulás alatt. Meghatározott módon viselkedünk egymással a térben, meghatározott időrendben cselekszünk, vagyunk jelen, vagy vagyunk távol. Ezt az időrendet, ha véletlenül megsérted, akkor azon nyomban vissza kell térni hozzá, ítélkezés, véleményalkotás, és egyéb felesleges elmetevékenység nélkül. Minél gyorsabban javítod a hibát, annál kevésbé válik szokássá. Minél több időt töltesz a hibával, annál inkább az identitásod részévé válik. Tehát ha hibáztál, azon nyomban javítsd, és ne ítélj magad és mások felett. Ne vetíts ki másokra, és ne mélyülj el magadban a magyarázkodás poklában. És a harmadik, hogy amit tapasztalsz az elvonulás alatt, azt hagyd a templomban, hagyd az erdőben, hagyd a komposztban, tedd fel az oltárra és ajánd fel a buthának, amelyik tapasztalattal szeretnél dolgozni, amelyik tapasztalattal azonosulsz, amelyiket kiviszel a templomból, az válik később a karmáddá. Tehát ne vigyél ki innen semmit. Mindent, ami jön és megy, engedd a mulandóság kemencéjében elégni. És ha itt teszel, akkor letisztul valami, aminek nincs neve és nincs formája, adhatsz neki tízezer nevet és öntheted tízezer formába, de a lényege akkor sem változik. Ez az egyetlen egy tapasztalás, ami érvényes, mert nem csak te vagy, hanem mi mindannyian vagyunk, és valójában megfoghatatlan, nem látható, nem hallható, nem szagolható, és ami legfontosabb, nem gondolható el. Tehát az elmetevékenységed egy ilyen helyzetben, amikor igazi önvalónkat keressük, teljesen felesleges. Az a zaj, amit a saját gondolkodásod csinál, teljesen felesleges. Az, amit gondolsz másokról, a világról, az kétszeresen felesleges. Ahogy együttműködünk, ahogy ezt a helyzetet teremtjük, viseljük és továbbadjuk, ez az autentikus, ez az egyetlen egy, ami számít. Tehát a helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és cselekvés hármassága az, amely ezt a visszavonulást teremti, és a tudatunk tisztasága az, amely ennek a minőségét megadja. Köszönetet tartozom mindenkinek, aki ezt az elvonulást akár elvégezte itt belül, akár támogatta kívülről, akár mindkettő. Nagyon fontos a szangának az a része is, akik fizikailag nem lehetnek itt, akik testben, lélekben ugyan távol vannak, de szellemileg itt vannak, és támogatásukkal, segítségükkel a templomot működőképesnek tartják. Igazából a magunkon belül elvégzett munkán nem lehet túllépni. Nem lehet azt mondani, hogy az út végére értünk kaphatsz te bármilyen ruhát, botot, papírt, ilyen lószőrös, régi, kínai legyezőt. Önmagukban ezek a formák nem jelentenek semmit. Levághatod a hajad, ne vágd le. Ölthetsz különböző színű ruhákat, te döntöd el, hogy miért. De ha emögött nincsen valamilyen arany fedezet, ha emögött nincs valamilyen minőség, ezek nem jelentenek semmit. Nagyon sokan sokféle hagyományból vagyunk itt. És ezt nagyon jól látni. Magyarország egy olyan hely, ahol a formák gyorsan bomlanak, és az eszmék nagyon gyorsan a szellem komposztáló gödrébe kerülnek. Mi az, ami ezt a körforgást vezérli? Mi az, ami a csalódások halmain kihajt? Amikor egy zenelvonulásra befizetsz, akkor készülj fel az illúzióvesztésre. Készülj fel arra, hogy Habitusait függvényében érzed megszabadulásnak, letisztulásnak vagy pusztulásnak, rajtad múlik. De a folyamat az mindig ugyanaz. A látás fényében a megszabadulás elérhető, a karma levethető, az azonosulás megszüntethető. A kényszerű dualisztikus gondolkodás és érzelemformálás felfüggeszthető. Ez jelenti azt, hogy az úton jársz, és ura vagy az életednek és a halálodnak. A buddha és a pátriárkák tanítása rendkívül világos, amikor a buddha természetről, a megvilágosodás képességéről beszélnek, és élik azt, akkor tudatják velünk, hogy mi is rendelkezünk ezzel a képességgel. Ez az elején nagyon jól hangzik, Jól van, neked is van, meg tudod csinálni. Aztán, amikor elkezded és csinálod, akkor rájössz, hogy ennek a felnőtt változata az, hogy rajtad kívül senki sem teheti meg. Helyetted senki nem ébredhet föl. Valójában az egyetlen egy hordozója a karmád zsákjának te vagy. Na, ez a felnőtt változat. Így már más, ugye? Tehát segíthetünk egymásnak az úton, de egymás munkáját nem vehetjük át. Segíthetlek a karmád meglátásában, de a karmától való megszabadulás műveletét csak te végezheted el. Ez az individuális felelősség, és ezért a szellemi felnőtté válásnak az imperatívusa Az a kényszere, hogy ha beláttad az ok és okozat működését, nem fogod a dolgodat másra hárítani nem fogod mások útját sem megkönnyíteni, sem megnehezíteni, hanem járod azt, és ha együtt járjuk, akkor bizony eljutunk a célhoz. Sokan sokféle kérdéssel élhettek most, akár az elvonulást, akár az zen illetően, és hogyha van ilyen, akkor tegyétek fel, kérlek. Nekem a kérdésem az lenne, hogy a elvonulás közben, hogyha az ember úgy érzi magát, amik még mielőtt bejönne, hogy ilyen szenvedélyek, gyötrik, függőségek esetleg, az mennyire akadályozza a véghezvitelében? Ha már eljutott ide a darmaterembe, akkor már nem akadályozza. Hogyha szenvedélyek és függőségek, külső körülmények, kapcsolatok, ragaszkodások távol tartják a darmateremtől, addig akadály. Ha ide eljutott, elkezdi a gyakorlatot, rálát, lehántja magáról, kivonja belőle az energiát, visszateszi a nem keletkezőbe és nem szűnőbe, akkor már segíti. A szenvedés a legnagyobb nyersanyag. Mit csinálsz belőle? Újabb szenvedést vagy felébredést? Nem mindegy. Lehet a szénből gyémántott, vagy újabb széndiokszidot és szénmonoxidot gyártani. A mi dolgunk. A, a félelemről akartam kérdezni, hogy hogyan um, lehet a, a buddhizmus, mit. mit um, tanítabb félelemmel, hogyan lehet a félelmünket szembeszállni vele legkönnyebben. Volt bátorságot föltenni a kérdést, tehát annyira nem félsz. No, mitől félsz? Tudtam, hogy ezt fogod kérdezni. Úgy érzem néha, hogy a szüleimnek, vagy a több generációnyi félelmet, az valahogy részben bennem van. Benned van. Hol? Hol tárolod? Nyaktól föl, nyaktól le, középen, szélen, hol van? Mondd meg, A te félelmed, <laughs> azt te tudod. Ha létrehozod a félelmet, akkor van. Ha nem hozod létre, akkor nincs. Kétféle reflextől tartózkodjunk. Az egyik a menekülő reflex. Akinek van egy kis vadász ösztöne, azt tudja, hogy a félelemreflexek nagyon-nagyon jól tudnak működni, és a vadászösztönt erősítik. Tehát amitől félsz, ha elkezdesz menekülni előle, az nagyobb lesz. Nagyobbat ordít, erősebben csattogtatja a fogait, és előbb-utóbb elkap. És az a szörnyű, hogy az ember elfelejti, hogy ezt a félelmet eredetileg ő maga hozta létre. Megtörik a jelenlét egysége, csorba esik a tükrön, Egyszer csak érzelmileg vagy fölfelé ugrasz, vagy lefelé, és akkor mindig egyfajta hiátus energia, zavar, tudatzavar áll be, amikor nem látunk tisztán. Nem vagyunk elemünkben. És akkor fél elemünkben vagyunk, és félünk. A másik, amikor mások félelmét szeretnénk felhasználni, és akkor vadászunk. Előbb-utóbb abból is félelem lesz, mert mások félelme agressziót vált ki. Tehát amikor agresszív vagy, akkor veled szemben valaki fél. Amikor veled szemben agresszív valaki, akkor belül te félsz, és ez nagyon gyorsan tud váltakozni. Elképesztő gyorsasággal. A félelem is, a harag is, és az agresszió is az életöztön és a mulandóságnak a harca. Világos, hogy szembe kell fordulni a félelemmel, és nem mozduló, világos tudattal nem menekülni és nem harcolni. Ne menekülj, ne harcolj, ne fagy le. Mert a lefagyás az az elsötétült tükör. Nem mozdul, de nem is lát. Ha ettől a háromtól tartózkodunk, akkor a látás által a félelem feloldódhat, hogyha nem termeled újra azt a karmát, amitől ismét berogysz, amitől ismét elveszted az önbizalmadat, amitől ismét föladod, vagy azt mondod, hogy ezt nem tudom megcsinálni, ez nagyobb, mint én, ez szörnyűséges, ez megfogalni, mindenemet elvesztem, és ezek a lefelé mutató spirálok elképesztő gyorsan önbeteljesítő proféciákát tudnak válni. Tehát nézd meg azt, hogy az elme mit beszél be saját magának, és állítsd meg a narratívát. Az ember egy rendkívül egyszerű módszer van, és ettől ne félj hiába bot. Amikor ezt a hangot hallod, egy pillanatra az elme tevékenység megszűnik. És ekkor a narratíva megszakad. A félelem, vagy egyéb karma újratermelése megáll. Pontosan ezért gyakorlunk napi 8 órát így formálisan ebben a teremben, hogy a bot ütésen nélkül ez a tapasztalat nyilvánvalóvá, használhatóvá és innen kivihetővé váljon. Úgyhogy a félelem az egy teljesen normális emberi érzelem, és meg kell tőle szabadulni. Tehát amit már tudsz, hogy nem akarsz, azt elkerülöd. Nem szoktunk félni a stop táblától. Megállunk, körülnézünk, és ha nem jön senki, tovább megyünk. Ha már ismered az ok és okozat működését, akkor nem kell félni az élettől és a haláltól. Visszafordítva, amitől félsz, azt nem ismered. Tessék megismerni, tessék szembefordulni vele, és meglátni az igazi arcát. Engedni, hogy az illúzió rétegek lepattanjanak róla, és amikor lefoszlott az utolsó illúzió réteg is, akkor az eredetben meglátod a saját arcodat. Hogy azt eredetileg te csináltad. És akkor oldódik fel. Én a mantra gyakorlatról szeretnék kérdezni, és valóban arról, hogy van bennem ellenállás. Antifasiszta is? Mert akkor szövetség lesz. Jó? Nem, csak szimplán a tapasztalatom a mantra gyakorlattal az egy olyan időszakból származik, amit nem mondhatnék a legboldogabbnak, és rengeteg feszültséggel járt, és az az igazság, hogy időhiányába oda jutottam, mármint... Már mint Na vég... ezt gyorsan fogalmazd újra. Időhiányába? Most akkor mi történt? Tehát ugye itt voltam az elvonuláson, és a mantra gyakorlatot csináltam elég kilátástalan a helyzetben, és kapaszkodtam mindenben, amiben tudtam, akkor épp éppen mondta, gyakorlat adta a lehetőséget. Jól tetted, nagyon jól tetted. Igen? Addig, amíg nem jutottunk arra, vagy nem vázoltad, hogy ez itt nem lesz kivitelezhető részemre hosszú távon. És ö, alapvetően ö, ugye én így elkerültem egy addiktológiára, ahol hm. valamilyen szinten eljutottam egy olyan pontra, ahol ö, hát a életem legmélyebb pontjára, és gyógyulásomat az valamilyen szinten úgy kezdtem meg, hogy a mantra gyakorlatot elengedtem, és átadtam magamat az addiktológiai kezelésnek, vagy abba kezdtem el hinni. Jól csináltad. És per pillanat ott tartok, hogy... Az egy, év, egy évig csak hangokat hallottam, utána meghallottam az egyik beszédbe, hogy három hónaponként kell cserélni. Azután három hónapig, amihez kérdést csináltam, és most tartok ott, hogy mantráznom kéne, de nem igazán hiszek a mantrákban. Hát pedig a mantra elvitt az addiktológiára, ami nagyon jó lépés volt, mert anélkül lehet, hogy most egész máshol lennél, vagy egy más test felé. Nézd meg azt, hogy az út elején, az út közepén és a szimbolikus út végén hogy működik a darma. Teljesen ugyanúgy. Tehát egy fejezetet elindítottál, körbeért, most az a mantra az bizony másképp szólna. Hogy eljuss a kezeléshez, minden belső ellenállást és egyéb antianyagot a karmádban teljesen nullára kellett írni. A mantrának három nagyon fontos hatása van. Az egyik, hogy megkülönböztethető lesz az elmében a jel a zajtól. Olyan elképesztő káosz van belül, hogy nem tudod, hogy melyik hangra hallgass. Mert van belőle több tucat, és egyik se szól tisztán, és mindegyik vitatkozik a másikkal. Tehát a jel és a zaj egyszerűen megkülönböztethető miért. Második, kialakul az elmében egy hierarchia. Legalább az, hogy most mantrázom, vagy zaj van. Két pólus. Utána a mantra tartalma lesz az elsődleges, a karma, ami kiszolgálja, a másodlagos. A karma, ami semleges, ehhez képest harmadlagos, ami ellentétes vele, az negyedleges. Kialakul egy belső, nagyon komoly rend, ami, hogyha letisztul valami szellemiségé, azt úgy mondták nyugaton, hogy axis mundi, világtengely. van a teteje, közepe és alja. Tehát a szellemi hierarchia az a lélek rendjéhez, és így az élet rendjéhez járul hozzá. Nem egy öncélú dolog. Nem olyan, hogy most akkor szépre festem az elmémet valamilyen vallásos ideával, és attól én majd jobban érzem magam. Nem. A tényleges életérzés változik, mert kialakul egy belső rend, és ez nem egy rendőrállam típusú rend, hanem egy világos szellemi hierarchia, amely nagyon hallékony is tud lenni, de az értékrendje nem változik. Miért? Mert a világrendjével összhangban van, a darmával, a törvényel összhangban van. A világ működése évmilliárdok óta nem változik, csak az emberi elgondolások változnak. És a harmadik pedig, ami hát elképesztően fontos, hogy a jelenségekhez való viszonyod megváltozik. Tehát addig a világ vagy simogatott, vagy ütött, vagy sértett, vagy táplált. És a mantra lefosztja ezeket a nagyon dualisztikus élményeket, úgy működik, mint egy láthatatlan tűzfal, minden keresztül jön rajta, de a saját reakcióddal már nem sérted meg önmagad. És ez a harmadik olyan, mint amikor a tudat mentesíti magát az elme ártó hatásaitól. Tehát ezt a hármat jegyezzük meg, hogy a jel és a zaj megkülönböztetése, a szellemi hierarchia kialakítása és így az életrend letisztázása, és a tudat mentesítése az elme ártó dualisztikus hatásaitól. Ez a mantrának a különleges funkciója és feladata. Egy bizonyos élethelyzetben, amit idéztél, a maradék ellenállás is el kellett törölni ahhoz, hogy a megfelelő helyre kerülj és nem valami köztes állapotban energiát veszítve az ember kínlódik, mert nem tud döntést hozni, mert a jel és a zaj közötti különbség nem volt meg. És akkor kiárja a saját poklát, fölemelkedik, és már egy más módon gyakorolja a mantrát, fölfelé menő üzemmódban. Azt, hogy az ember irányt talál, az a legfontosabb. Hogy az az irány, az az út először hova vezet, az a saját karmájának a függvénye hogy ja, jól csináltad, már itt ülsz, és egyenesen nézel rám, és érted, amit mondok. Gratulálok. Köszönöm. Egyéb kérdés. Azt szeretném kérdezni, hogy ha ragaszkodok a fogadalmak betartásához, akkor kötöttséget hozok létre. És szent leszel. Viszont ha, ha nem ragaszkodok hozzá, akkor meg mi értelme van lehet Ember a Ember leszel, ha nem ragaszkodsz hozzá. Köszönöm és néha szükség. esendő, néha felemelkedsz, de... Van egy ilyen mondás, hogy a vinaja mesterek nem érhetik el a megvilágosodást. Ez a fogadalmi mester szava a hagyományban. Egyszerűen azért, mert ha csak a puszta szabályokhoz ragaszkodsz, akkor te előbb-utóbb olyan jó karmájú leszel, és olyan jól érzed magad, hogy minden szenvedés tudatod elmúlik, akkor meg minek járja az úton. Tök szabályos vagy. Jó az élet. Nem követek el hibát, azt se hagyom, hogy mások nagyot hibázzanak velem, és úgy minden rendben van, de felébredés az még nem volt. Úgyhogy belátásunk függvényében tegyünk fogadalmakat, mert akkor őszinte. Ha már látod, hogy nem jó az, hogyha részegre isszuk magunkat hetente, naponta, akkor már érdemes azt tényleg vállalni, hogy nem fogyasztunk bódítószereket, alkohol, stb. 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 Amikor látod azt, hogy milyen elképesztően káros a hazug beszéd, hogy milyen részt ver a valóság és közéd, az másik ember és közéd, akkor önként lemondasz a hazugságról, és nem valami külső szabálynak kezd mert valaki azt mondta. És így szépen. De a legdurvább természetesen az életelvétele, hogyha rájössz arra, hogy nem tudod a lelket visszatenni a testbe, hogyha egyszer valaki elvágta azt a kapcsolatot, kivéve mondjuk Jézus Krisztus és a hasonló minőségűek, ugye? Mert ha nem tudod visszatenni, akkor ne is vedd ki belőle. Nem kéne. Tehát, amikor ezek nyilvánvalóvá válnak, akkor a darmával összhangban teljesen autonóm módon veszel föl fogadalmakat, mert valójában már megismerted az értelmüket és a funkciójukat. Képjesen ne kövessünk szabályt, mert akkor gépek leszünk legjobb esetben. A felismerésünk függvényében őszinte akarattal vállaljuk azt, amiben hiszünk, és ekkor járunk az úton. Az ja. lenne a kérdésem, hogy pontosan mire is gondoltál, amikor azt mondtad, hogy a, az elvonulás alatt megélteket hagyjuk itt? Azt, hogy ne vigyél magaddal semmilyen felesleget. Ami az elvonulás alatt a te tudatodból és a más tudatából így megjelenik, az mind jön és megy. Az karma. Az keletkezik és elmúlik. De mi nem azt keressük. Azt szeretnénk tapasztalni, ami nem keletkezik és nem múlik el. A karmának az alfája és az omegája. Ahonnan keletkezik és ahova visszatér. És ezért nem viszünk ki semmi múlandót innen. Mert akkor az lenne a zavar, a baj, a teher. Azzal kezdenénk el azonosulni. Te nézd meg a legfontosabb tanítókölteményünket, ott van a honlapon is. Üres kézzel jössz, üres kézzel távozol. Ilyen az ember. De magunkat nem ilyennek tapasztaljuk ám, mert behozunk valamit ide az elvonulásra, azt meg akarjuk egy kicsikét sikálni, és ugyanazt ki szeretnénk vinni. Ez az énségünk. Ne vigyék te innen ki semmit. És akkor jó. Akkor tényleg süt a nap, az égkék, a fű zöld, a padló barna. Köszönöm szépen. A Köm, az lenne a kérdésem, hogyha ö, folyamatosan kisebb balesetek érnek, nagyon sok mindent elfelejtek, a dolgaim elromlanak, ellopják, stb. Tehát a környezetemben mással összesen nem történik annyi minden, mint, mint ami velem. Ez, ez gondolom, hogy ez probléma, de hogy, de hogy, ezen tudok változtatni a gyakorlás által, mert eddig nem sok minden változott ebben a másfél évben, amióta gyakorolok. Jár egy másik bevásárlóközpontban. Amit eddig elmondtál, az mind megtörténik egy bevásárlóközpontban, uh -huh. és tessék egy másikba menni. Ez azt jelenti, hogy a hitrendszered biztos, hogy valahol nem működik jól. Tehát a hitünk által, az elképzeléseink által, a vágyaink, az averzióink által teremtünk egy világképet itt belül a kis mikrokozmoszban. Ezáltal döntünk odakint a makrónak mondott kozmoszban, és a karmán kivetül a térbe, és megcímzi az eseményeket, kondicionálja a kapcsolatainkat, és a többi. Azzal a hitrendszerrel, amivel önmagadat definiálod, hogy te ki vagy, valami biztos nincs rendben, mert különben ezek a dolgok, amiket elmondtál, nem történnének meg veled. A melletted ülővel, a melletted állóval, a pirosnál az előtted lévő autóban ülőkkel nem történik meg. Miért? Tehát nézd meg, hogy a tudat hogyan teremti a világegyetemet. Belül is, kívül is. És tessék egy kicsikét lesikálni a hitrendszert. Ha lehet, nullára. Jó? Már tudod, hogy itt a kevesebb az több. Zéró idea, zéró önkép, zéró prekoncepció, és akkor minden tiszt, és ezek a dolgok így eltűnnek. Ezt maradványkarmának is lehet mondani, ezzel nem segítettem rajta sokat, de hogyha azt a műveletet elvégzed, amit itt gyakorlunk, akkor ezek a hitrendszerek, ezek a kemény múltbéli szilánkok, az esetleges önbüntetés mechanizmusa, az úgy mind szépen megszűnik, rálátsz, dualisztikus véleményeket kivonod belőle, energia felszabadul, tárolt antiemben, és nem engedi, hogy újabb negatív hitrendszert hozzon létre érzelmeivel, gondolataival, cselekedeteivel és beszédével. Ehhez a meditáció alatt egyébként melyik, tehát a mantrát, a mihez kérdés vagy a bármelyik? Amelyik levezet a lélek mélyére, és robban. Nehogy ugyanazzal az önképpen menj innen mint amivel ebbe jöttél, akkor tényleg nem történt semmi. Ami működik, ami elkezdi végre megmozgatni a komposztot, és az erőfeszítés vasvillájával átforgatjuk egyik helyről a másikra, és közben zuhannak ki a rovarok, meg a maradék, meg az ágtöret, és ott a humusz is. Köszönöm. Szívesen. Köszönöm a lehetőséget. Én a helyes megélhetéssel kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy hát olyan az helyzet... Nehéz. Az nehéz, igen. Az ezért ezért kérdezd. <coughs> hát olyan környezetben dolgozom, mondjuk így 15 éve, ami, ami most így a társadalom meg a gazdaság szempontjából abszolút normális, benne vannak ezek a különböző fifikák, stb. Beszélhetnénk a darban beszéd után erről egy kicsit? Na, na. érdekel, ez itt elég strapás. na folytasd. Igen, és azon a kérdésem, hogy mi van abban az esetben, hogyha az itteni gyakorlásunk kapcsán egyre inkább azt érzem, hogy bizonyos szálak ebben nem összeegyeztethetők, amikor hogy nem hogy hogy olyan kerek voltam. ez a pite. Ta jaj, te! Olyan idealisztikusan hangzott az, hogy hát én egy ilyen helyzetben vagyok, biztos, hogy valami fonák van, csak nem vetted észre. Így van, hogy a gyakorlás kapcsán egyre inkább nem tartom összeegyeztethetőnek, ami egyébként a társadalom szempontjából az nekem egyre kevésbé, hogy milyenkor a helyes hozzáállás, hogy dobjam ki az egészet a kukába azonnak, Nem, nem a szakmával van a baj. Nem. Kinek dolgozol? Ne nekem mond meg. És hogyha megvan, hogy tényleg kinek dolgozol, akkor nézd meg a szerződés alját, hogy ahhoz, hogy annak dolgozz, mivel kellett aláírni. Én nem dolgozom senkinek úgy értem, hogy magamnak dolgozom, csak mondjuk egy bizonyos üzletákhoz ezer szálon kötődöm. Ez, Lehet, ez Igen? Hát én sem tudom, hogy keveredtem bele, ugye? Titokzatos ez te. Mint a karma működése is nagyon komplex. Akkor mi a baj, ha magadnak dolgozol, akkor ezek a szálak, vagy a gyakorlat fényében való esetleges vállalhatatlanság az, hogy van? Hát ugye az, hogy nyilván a megélhetés sem ebből van, az egész családomat erre építem fel, és mi van akkor, hogyha úgy érzem, hogy nekem igazából ezeket el kéne engednem teljesen? Nézd, az ok- és okozat működése világos, tehát nézd meg, hogy ez az egész, amit csinálsz, az honnan jön hogy marad fönt, és hová megy. Ez az irány, ez előbb-utóbb nyilvánvaló. Tehát miből indul ki, mi az, ami tartja, ezt az egész munkát, és hová torkollik. Ezt két úton is észreveheted. Az egyik, azok a materiális folyamatok, amelyekből ott van a pénz, a jövedelem, amiből a családodat és magadat tartod. A másik pedig az a szubjektív rész, amikor úgy este reggel úgy belenézel a tükörbe, és ö, észreveszed, hogy a munkád végzése közben kivé válsz, vagy mivé válsz. Mind a kettőre szükség van. Tehát a világi, materiális okozatiság belátására, hogy fegyverkereskedelemből rövid távon nagyon jó meg lehet élni, csak elolvasod a híreket, és ja, azt is én adtam oda. Hm, 20 ezer halott. Tehát ez így nem a legjobb. A másik pedig az, hogy eszméletlen, gyönyörűséges, tökéletesen könyvelt állás, és öt év múlva belenézel a tükörbe, és nem bírod azt az arcot látni. Egyik se jó. Tehát a nemes nyolcrét ösvény azért ennyire húsba vágó, mert mind a nyolc tagja azzal kezdődik, hogy helyes. Helyes nézet, helyes beszéd, helyes életvitel, helyes gyakorlat, helyes erőfeszítés, helyes elmélyedés, helyes. Minden helyes. Azért nyolc meg kellett állni, mert többet nehéz megjegyezni, de minden helyes. Köszön. Na, de mitől helyes? Ne köszönjél még semmit. Ha a tudatod tiszta és tisztán lát, helyesen dönt, helyesen veszi észre a döntés következményeit, na, akkor előbb-utóbb helyes. Tehát ez nem olyan, hogy beveszem a helyes tablettát, és akkor minden helyes. Ez ne, nem így megy. Ezért gyakorolni, kérem, mert hogy a nemes nyolc létű ösvényt egy kicsikét kapcsolatában lássuk, ez a szenvedésből kivezető út nyolc legfontosabb komponense tessék a négy nemes igazságot, mint alaptanítást újra átnézni, mely a szenvedés ténye, oka, megszüntetése, és a megszüntetés útja, és a megszüntetés útjának a kibontása a nemes nyolc létű ösvénynek ez a gyönyörű Artikulált állomása, sok-sok állomása. Több is van, és kevesebb is lehet. De hogyha a helyes nem világos, hogy a helyesség nem képzelhető el a tiszta tér, tiszta tükörszerű tudat közvetlen tapasztalása nélkül, akkor valami ideológiát, vagy vallást, vagy filozófiát, vagy egyebet gyártottunk le, és abból a fogalmi bázisból leszeretnénk képezni, hogy mi a helyes. Hát erre már 100 milliók rámentek az elmúlt 2000 évben. Nem kéne. Tehát a saját közvetlen tapasztalásunk kockázatát vállaljuk be, hogy esetleg a helyes út keresése közben hibázunk, vagy nekünk kell főtakarítani a törmeléket, vagy nekünk kell azt mondani, hogy bocsánat. Tehát ezek nagyon kőkemény dolgok, mert senki nem helyettesítheti annak a tapasztalatát, hogy mi a helyes. Persze, kapunk egy-két útmutatást, elolvashatunk egy-két jó könyvet, hallgathatunk egy-két olyan emberre, akiben megbízunk. Ez mind rendben van. De ez nem helyettesíti a saját felfedező utadat. És akkor megjön, hogy tényleg mi a helyes életvitel. Úgy tessék figyelni a saját formádra és a saját döntéseidre, hogy ez eszméletlenül gyorsan változhat, és itt utalnék vissza a hogy miben hiszel? Tehát neked valójában mi a dolgod belül? Az olyan eszméletlen váltások lehetségesek, az ugrást, hogy az energiád meg legyen, az csak abból tudod meríteni, hogy te valójában ki vagy. Máshonnan nem. És itt utalok vissza arra a képre, amit látsz mondjuk a tükörben. Belül is, kívül is. Miért szeretnél? Ahhoz képest most milyen? És akkor lehet lépni a helyes úton. Az energia blok blokkokat a testünkben, vagy azt hogyan tudjuk tisztítani. Az energiablokkok kérdését Paks kettőben fogjuk eldönteni, és ez pedig olyan, hogy ha megnézed a forma üresség és üresség forma törvényét, az azt jelenti, hogy az energia átalakul anyaggá, és az anyag vissza energiává. Az elme összes csomója valamilyen gondolatból, érzelemből és a hozzá kapcsolódó nézetekből keletkezik. És hogyha valamihez elképesztő módon ragaszkodsz, és abszolút értékű jelenséget akarsz belőle csinálni, valamit nagyon pozitíve vagy negatíve kiemelsz az esemény sorból, akkor abból csomó lesz a a tésztában. Ezt értette? Ezt én is értem, emmácska. Olyan palacsintát fogunk enni, hogy ketté áll a fülünk. Szóval... Ezeket a csomókat a palacsintatésztában el lehet dolgozni, és el is kell. Tehát az energiablokkot azt valamilyen duális tevékenységből létrehoztad, tudattalamba szépen letetted, az ott sütött, főzött, takarított, és egy hatalmas nagy akadály, baleset, saurus és egyéb képében működik. Tudatosan, tudattalanul. Tehát Néha olyan mértékben tudjuk magunkat akadályozni, amilyen mértékben szeretnék a környezetet felelőssé tenni ezért. Ne tegyük. Tehát az energiablokkoknak a természetét lásd meg, és hogyha rákérdezel, éppen amikor egy itt nyom, egy itt szívcsakra szét akar esni, vagy fel akar robbanni, attól függ, hogy yin vagy yang típusú az akadály, megállsz egy cseppet, szünetet kérsz. Mi ez? Honnan jön? És akkor, ha tényleg meditáltál már egy kicsit, a gyakorlatban van valamennyi tapasztalatod, akkor az elméd nem indul be egy ilyen pánik és gyártja a hamis gondolkodást, vagy a felesleges képzetalkotást. Hanem az elmetevékenység felfüggesztésével joga a szentséges nyiróda állapota, nem a saját gondolati szokásaid szolgáltatják a választ. Miért ne? Mert az akadályt azok teremtették. Tehát ne onnan várd a választ, mert az volt egyébként a baj forrása. Ezért kell főfüggeszteni a szokás, vagy mintázat, vagy identitás alapú gondolati tevékenységet belül. Ezért kell elérni a tiszta tudat állapotát. Most ha ez megvan, mert a kérdéssel tényleg ez lehet, akkor szépen a mozaikok elkezdenek a helyükre kerülni. A puzzle darabok kiadják a képet, és akkor feketén-fehéren ott van, hogy azt az akadályt miből, hogyan és miért teremtetted, és a képlet másik oldala, hogy hogyan oldhatod föl. És a feloldás az, ami dolgunk. Ha pedig olyan oldott állapotban vagyunk, hogy semmiféle kapaszkodónk, kapcsolatunk, elkötelezettségünk nincs, akkor pedig a helyes kötések létrehozása. Ugye? Mert ez is fontos. Nincs kötés? Kell. Túl sok a kötés. Hát akkor oldjuk. Tehát az emberi élet az tényleg a középútra kalibrálva működik a legjobban, kötésekből túl sok van, úgy érzed, hogy börtönben vagy. Ha túl kevés van, azt hiszed, hogy a lélek sivatagában úgy elvesztél, mert nincs körülötted senki, meg semmi, de egyébként a nagy szabadság mellényt azt viseled. Nézd meg, hogy a szabadság képzet az benned mivel azonos. Biztos, hogy nem a magányal, az elszigeteltséggel, a kisemmizettséggel, pedig akkor tényleg senki és semmi nem köt. Csak nincsen senki, és semmi. Aztán pedig mindenünk megvan, minden nagyon-nagyon jól működik, állandóan telefonálunk, dolgozunk, eszünk, iszunk, alszunk, érintkezünk, stb. Azt egyszer csak kiderül, hogy ó, hát ez nagyon-nagyon-nagyon sok. Ez olyan, mint a dzsungel, és nem látok ki belőle. És én elképesztő kötésnek élem meg. Hát te akartad. Hát mi ezzel a baj? Azért nincs középen. Elképesztő túlzások vannak benne. És ezeket a túlzásokat a lélek egy idő után nem bírja, mert nem tud levegőhöz jutni, főleg nem tudja megújítani önmagát. Tehát a középút az azért érdekes, mert nem valamilyen szélsőség, vagy maxima, vagy abszolút ide felé tolod el magadat, hanem egyre normálisabban, egyre hétköznapibban, de egyre mélyebben és tisztábban látva élsz. Nincs külön ideológia hozzá. A tapasztalat, az irányvétel és a megfelelő szellemi gyakorlat vezet hozzá. Tehát a középút az mindig csak közép felé jön. Nem valahova, szélre, magasra, meg mélyre. Ezt értsük meg, mert különben az ennek a hétköznapiságát azt sohasem fogjuk megérteni, hogy miért nyiszálja el a szamszára és a nirvána fogalmát. Miért mondja azt, hogy ha látod a buthát, akkor öld meg. Vagy azt, hogy ha igazi tanítást akarsz, akkor kérdezz meg egy fát. Tehát ezek egyébként nem lennének így érthetők, foghatók, vagy esetleg értékelhetők? Egyéb kérdés? Jó ideje, vegetáriánusok vagyunk, és most a, a tejfogyasztásnak az előállítására is esett egy olyan pillantásunk, amitől úgy döntöttünk, hogy azt sem. Én nem vagyok egy térítő típus, úgyhogy én szépen megélem azt, hogy én így a nem ártásban. Ezt így sajátomnak érzem, és megteszem, amit tudok. Ő viszont egy harcos típus, és a közevgébe és a, a kamasz létébe olyan falak közé kerül szerintem így lassan, azzal, hogy az álláspontját képviseli, és a többiek ezzel szembe mennek, és... Ö, nem hogy nem el nem fogadják, de egy ellenséges környezet kezd köré épülni. Ezt én is érzem, amikor így megszólalok ez ügyben, de, de be nem mondom, nincs ez a nagy motiváció, hogy másokat ez irányba terelje. Ismerős helyzet. Mi a kérdés? <laughs> Aki úgy érzi, hogy mondjuk ő úgy érzi, hogy felelős azért, hogy másoknak is felhívja a figyelmét erre. Hogy tud úgy megmaradni a saját környezetében, hogy, hogy, még benne legyen, hogy ne zárja ki az, amivel ő fejebbről, vagy, vagy nemesebben, vagy a nemártásban jobban megfogalmazva szeretné élni az életét. Figyeled, milyen nehezen tetted fel ezt a kérdést? Igen. <laughs> Igen. Tehát, hogyha egy ilyen komplex gondolkodás kapcsolódik egy ilyen egyszerű dologhoz, ott valamit az elme megbonyolít. Na, ezt kéne leegyszerűsíteni, és ezt úgy hívjuk, hogy az ok és okozat látása. Ez az első. Itt van egy kulcs szó, amivel lerövidítem a szenvedést, ezt úgy hívják, hogy flexi Ez egy létező szó, nem most találtam ki. Abból jön, hogy flexibilis és vegán. Ez azt jelenti, hogy nem akar kiirtani senkit, aki nem vegán nem akar megváltoztatni senkit, aki nem vegán, és megkérdezi a tanítói tapasztalat birtokában, hogy mit szeretnél. És az emberek mind boldogságot szeretnének. És akkor megkérdezed, hogy szeretnél boldogságot az állatoknak is? És akkor előbb-utóbb azt mondja, hogy igen. És akkor a húsevőket megkérdezheted, akkor miért eszed meg őket? Úgyhogy a kérdés sokkal jobb, mint a kijelentés, sőt a felszólítás, vagy a tiltás, a tiltásokat nem szeretjük. A kérdéseket se, de az még olyan, hogy jaj, hát nem is szóltam, majd te vagy megválaszolod. A kijelentés az úgy finom, az úgy elmegy. De ne akard az embereket akaratuk ellenére megváltoztatni, mert ahelyett, hogy a barátaid lennének, az ellenségeid lesznek. Mert elkezdesz az ő szemükben ítéletet mondani fölöttük, minősíteni őket, és ezt senki nem szereti. Tehát hagyd, hogy a saját szemükkel lássanak, csak lelkesítsd őket, hogy használják a szemüket. Hajd, hogy a saját fülükkel halljanak, de lelkesítsd, hogy nyissák ki a fülüket. És ne te akard megmondani a tutit, hanem küldd el őket egy vágóhídre, egy kis családlátogatásra, jó? Mert az eléggé imperatív. Már a csoki gyár egy eléggé kétséges hely, hogy utána mennyi csokit fogsz fogyasztani, de ha egy húsüzembe valakit elküldesz, az biztos, hogy valami nagyon fundamentális változást fog előidézni. Az, hogy hogyan fejem a tejecskét, hogy honnan gyűn a tojás, hogy az ott a mezőn volt, vagy se, ez egy külön kérdés. Itt ez egy olyan szürke zóna, hogy itt még lehet akár jól is csinálni, azért, hogyha Indiában sikerült ezt a Szent tehén, tej alapú, gyönyörűséges kultúrát idáig vinni, ott azért nagyon tudják. Nem vágjuk le a tehenet, hát visnu megtestesülését kérem szépen. És miért kellett elnevezni? Mert ha nem nevezem el, akkor levágják. Azért. És a tejecske, az kell, a joghurt, a sajt, stb. Ezek kellenek, és ott szépen mászkálnak egészen a közelmúltig a városokban is. Úgyhogy az ok- és okozat látása és láttatása, az egy nagyon-nagyon komoly feladat és készség, és én kívánom, hogy ebben merülj el. Amellett, hogy te igaznak érzed azt, amit mondasz, eszel és élsz, amellett olyan minőségek kellenek ennek a kommunikálásához, mint például a türelem. Hát ez nem most lesz, ez később lesz. De én türelmes vagyok veled, és ezt elfogadom, hogy ez később fog bekövetkezni. A másik az együttérzés és a bölcsesség. Ezek mind fejleszthetőek. Ha hagyod az embereknek, hogy belássák, de felkínálod az utat, hogy járjanak rajta, esetleges konfliktusok esetén az ok és okozat működését feltárod számukra, de nem akarod, hogy elhiggyék, és végképp nem akarod, hogy téged kövessenek bármiben, akkor előbb-utóbb ez az ellenségesség megszűnik. Tehát nem tudsz olyan embereknek semmit se elmondani, akik így betakarják a fülüket. Nem tudsz olyanokkal kommunikálni, akik hátat fordítanak neked, és másfele néznek, beszélnek, vagy sétálnak. Alapvető emberi kapcsolódásról van szó, és ez annyira nehéz, hogy még Buddha Muni is azt mondta 2500 évvel ezelőtt kb., hogy na, akkor ezt a megvilágosodást most nem fogjuk tanítani. Túl egyszerű, túl nehéz? Nem. És akkor, ahogy a fáma mondja, a legmagasabb a Mennyországból lejött Brahma, a Teremtés Istene, és megkérte a magasztost, hogy kérünk, urunk, taníts, mert vannak, akiknek a szemét kevés por fedi. Na, találd meg azokat, akiknek a nyelvét kevés hús fedi. És akkor ők taníthatóak. Jó? Ők lesznek a barátaid. Egyéb kérdés? Nekem ugyanehhez kapcsolódna a kérdésem, hogy így értelmes és a vegetárius étkezést én is követem, amennyire tudom, de azt honnan lehet tudni, hogy a növények nem szenvednek, hiszen ha leszakítok egy búzát, elszárad. És a buta természetét tekintve azt tanuljuk, hogy mindez ugyanaz. Nem ugyanaz. Az érző lények, az érzékszervhez kötött lények, azok képesek a felébredésre, ez a tanítás. Az, hogy ugyanaz vagy különböző, az a buddha természet minőségében az megszűnik, mint megkülönböztetés. Ezt nem lehet mondani, hogy a te lényeged, mint ember, és a búza lényege az ugyanaz, mert az egyik búza, a másik ember. Na most azzal, hogy learatod a búzát, a földről nem írtottad ki az összes búza szemet. Azt újra lehet vetni, újra lehet termelni. Az, hogy az itt a természetben résztvevő összes lény milyen hierarchiában rendeződik, erről nagyon sok vallást, nagyon sok biológiai nézet, nagyon sokféle hierarchiát állított föl. Ezt átnézheted. Egy biztos, az állatvilág, a növényvilág és az emberi szféra működése nagyon más, bár ugyanazt a törvényt követi. Tehát az, hogy hol van a léleknek tudatossága, és milyen szintű ez a tudatosság, ez nagyon-nagyon-nagyon különböző a nézetek szerint. Egy biztos, a növények alacsonyabb tudatszinten vannak, mint az állatok, az állatok alacsonyabb tudatszinten vannak, mint az emberek. Ez a hierarchia biztonsággal fölállítható. A szabály az, hogy minél alacsonyabb tudatszintről kell elvenni az életet, hogy minél kevesebb kárt okoz. Tökéletesen nem tudsz élni ezen a Földön. Ez erről szól, hogy a létezés három alapjegye a tökéletlenség, a mulandóság és a kötöttség. Ezeket nem tudod fölülírni, de nagyon jól tudod kondicionálni, hogy minimális kárt okoz. Tehát a joinok nem esznek gombát se, mert nekik a spórával szaporodó élő lény. Mi pedig úgy esszük a gombapörköltet, ugye, hogy nem gondolod azt, hogy te megöltél ezért valakit, vagy valamit. Nem így megy. Nagyon fontos azt látni, hogy minél alacsonyabb tudatszintről veszed el, annál kevesebb életet oltasz ki. És ez a relativizmus nem megalkuvás, ez egy helyes szemlélet. Nézzünk szembe, aki itt mondjuk olyan nullás vércsoporttal rendelkezik, aki egész életében hústevet, nem tudja újra kondicionálni magát sikeresen, rövid távon arra, hogy akár laktóveget járnán legyen. Ez egy egyszerű korábbi karma, és a vérkép mutatja, hogyha például a nullások többsége nem eszik valamilyen húst vagy terméket, akkor állandóan éhes. Állandó jelenleg. Szintén statisztika, hogy az ávércsoportúak nagyon nagy többsége megélne hús nélkül, hogyha arra kondicionálná magát. Négy enzim a különbség. A B az ide és oda is hajolhat. Tehát ezek mind korábbi karmák. Tehát emberi testben vagyunk, ezzel a lélekkel, ezen a földön. Ez nem a béke szigete. Tehát itt azért harcolunk, hogy valahogy éljünk, valahogy viszonyuljunk egymáshoz, és ez egy kegyetlen történet. Na most az iszapnak a tetején, a víz tetején ott lesz a lótusz, hogyha erre rájövünk, és megfelelő minőségeket fejlesztünk ki. Tehát a bölcsességnek, az együttérzésnek, az önzetlen segítségnek nem azért van értéke, mert ezt valahol leírták, hanem azért, mert egyébként a földi élet nem erre kondicionál. Nem erre. Nézd meg az emberiségnek a csak ismert történetét. Nem az jellemző, hogy olyan kedvesek vagyunk egymással. Nem. Tehát amikor a kapzsiság, harag és téves nézetek hármasságát említjük, mint a létkerékben, hogy a tengely körülálló nagyon erős hajtóerők, Kála Csakra, tessék megnézni, a kígyó, a kakas és a disznó, nagyon erős belső driverekre, vagy éppen pszichológiai mozgatókra utalt az. Tehát alapvetően ez a Föld nem egy emberbarát hely, és az ember sem egy másiknak a barátja. Ahhoz egy kis képzettség kell, ahhoz egy kis rálátás kell. És ehhez egyébként segít az étrend, csak az étrendváltoztatáshoz is már valami tudatosabb létforma és egy magasabb szintű darma ismeret kell. Úgyhogy ezért érdemes ezt a hierarchiát jól látni, minél alacsonyabb szintről elvenni az életet, tudván, hogy tökéletes sose leszel. Egy belégzés, hány ilyen kis mikróbát égettél el a tüdődben? Te. Te krematórium, te. Egyéb kérdés? Az egyik beszédetben mondtad, hogy nagy hatással volt rád Hanvasnak a Mágia szutra műve. Is. És és hogy nagy hangsúlyt fektet a képzeletre, illetve ezt szeretném megkérdezni, hogy butha beszélte a képzeletről, illetve a zenben, hát, hogy zennyelvre ezt átültetni. butha mit mondott, azt nagyjából nem tudjuk. Amit leírtak belőle később szútraformában, azt tudjuk, de hát ember úgy nem beszél. A zen tanítása a képzeletről az, hogy te ne képzeljél el semmit. Tehát tér vissza a nem képzelődés állapotába, és akkor meg tudod különböztetni a valóságot a rávetített képzelgéstől. Ha ez megvan, akkor viszont elképesztően jól tudsz teremteni. Tehát kreatív művészek oly módon használják a zent, komolyan, mint hogyha egy ilyen nagyon fontos élelmiszer lenne ott bent a konyhaszekrényben, és minden nap egy kicsit eszünk belőle. Tehát amikor nem képzeleksz, amikor nincsenek illúziók, akkor a teremtő folyamatok oly mértékben letisztulnak, a szimfonikus zenekar. Nagyon erős, nagyon harmonikus és nagyon hatásos. Körülbelül így. Amikor az ember képzeleg, légvárakat épít, az energiáját vesztegeti. Amikor teremt, először tudatban, elmében, utána lélekkel, testtel, az egy gyönyörű folyamat. Tehát a teremtés, extázis az, amiért egyébként megszületünk. Csak ezt néha átváltjuk az érzékelés Különböző égéseivé. Az is tud egy kicsit extatikus lenni, de rövidebb ideig, és kiéget. Visszatérni a teremtéshez nagyon sok előfeltétele van, de az egyik legfontosabb, hogy a képzelgést azt hagyjuk abba. Köszönöm. Szívesen. Kicsit ez a veganizmus témaköréhez kapcsolódóan, de egy picit más megközelítésből. Feltételezem azért vagyunk itt, mert hogy nagyjából azonos elveket Ó, hallunk, nem. azonos azonosítunk. Ezt ne feltételezhetnénk. Hát hány, feltételez. hány embert ismersz itt mélyebben a hallgatóság soraiból? Egy. Előfeltevés ez a kudarc melegágya. Kettő. Egy valódi kérdést tegyél föl magadból. A valódi kérdés magamból az úgy hangzik, hogy ha te adott esetben olyan emberekkel vagy körülvéve, akik. Nem. Én? Nem, én, én. Te. Én olyan emberekkel Tehát vagyok körülvéve. Olyan általános alanyt használtál, ami én is lehetnék, de valójában te vagy. Mert? Ha Tehát, hogyha olyan emberekkel vagyok körülvéve, én. A, akik adott esetben a húsevéssel kapcsolatban nem látják ebben sem mondjuk azt a spirituális megközelítésben, sem egészségügyi megközelítésben a kivetni valót, Uh, és ez csak egy példa, tehát, hogy nem, egy, nem, nem fönnakadunk egy apró részleten, hanem jó az úgy, ahogy van. Tehát véletlenül se próbáljunk meg változni. Például valaki mindig elkésik, és az a válasza, hogy hát én mindig elkéstem. Hát, tök jó, tudod, hogy elkésel, akkor mostanakkor ez tudod, hogy erre tudsz figyelni. Tehát, hogyha egy ilyen uh, közvetlen emberi környezetben éled az életedet, és ez uh, néha düvel, néha szomorúsággal uh, kerül lereagálásra benned, akkor, akkor hol van az a pont, ahol tulajdonképpen neked azt fel kell mérned, hogy meddig tart ebből a karnikus tanítás része, mert hogyha engem ez fölhúz vagy elszomorít, akkor természetesen ezzel nekem dolgom van, de hol van az a pont, ahol azt mondhatom, hogy oké, okay, tudom a, ezt a típusú emberi hozzáállást vagy megközelítést helyén kezelni, viszont, viszont nem biztos, hogy az életemet 100%, a következő 200 évben így szeretném leélni. Tehát lehet úgy Na, is végre mondjuk... Végre hallottam valamit, ami más, mint okos determinizmus, mert eddig csak az volt így körbe-körbe. Tehát -körbe. amikor kiderül, hogy nem így szeretnéd az életedet leélni sem most, se később, akkor viszont elkezdesz egy kicsit a sarkadra állni, és birtokba veszed az étrendedet. Tehát attól, hogy a környezetet hús teszik, neked még ezt nem kell követned. Miért? Mert ha őnekik van joguk a húsevésre, neked ugyanolyan jogod van a hús nem evésre. Ugye? Tehát akkor innentől kezdve te azt mondod, mint én 1985-ben anyunak, anyu, én nem szeretnék húst tenni, mert az nem. rossz nekem. És tényleg rossz is volt, több szempontból. Ávércsoport, ne lepődjél meg. De lényeg az, hogy anyu azóta fennállású mostani pillanatáig egy darab húst nem főzött nekem, mert én azt szerettem volna, és a mai napig ezt szeretném. Onnantól kezdve, hogy így a karma szétválik, mint a nyíló fiskás ugye, hogy az egyik húst teszik, a másik pedig nem, külön utakon jártak még akkor is, hogyha egy asztalnál estek. Tehát a családtagjainkat pontosan ugyanannyira emancipáljuk, kiméljük, és várjunk el tőlük együttérzést, mint amennyire mi adunk nekik olyat. És amikor látják, hogy te nagyon jól bírod a nélkül, hogy megkérdezik, hogy és nem szoktál elgyengülni? Hát nem. Elképesztően nem. Elég sok mindent vittem a hátamon 85 óta, és nem éreztem gyengének magam azért, mert nem eszem husimusit. Sőt, nem éreztem azt, hogy megmérgez valami. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy mi a te utad, toleránsan szépen követed, és majd kapod a kérdéseket, hogy te, hát ez neked hogy megy? Nagyon jól, köszönjük szépen. Úgyhogy ne csodálkoz azon, hogy a környezet ezt megóhatja változtatni, csak ugyanannyi jogot kérj magadnak, mint ami a másnak van. Egyszerűen tisztán. Igazából majdnem eljutottam én is arra a pontra, hogy minden kérdésre a válasz ott van bennünk, de ugye a legutóbb szombaton itt jártam rá, és mondtad, hogy itt van az a fórum, ahol tudunk olyan jellegű kérdéseket föltenni, ami taníthat a többieknek is, esetleg utat mutathat. Nyilván minden kérdésből, minden válaszból igyekszem én is a rám vonatkozó részeket, eszenciát kivenni. Viszont mégis egy olyan meglekedésben vagyok, amiben ugye nem tudok tovább lépni, és Valahol a karma és a darma között topogok, és eljutottam az értemnek egy olyan pontjára, amikor úgy éreztem, hogy már minden olyan karmikus dolgomon túl vagyok, ami, ami hátrát az életemet, és igazából kitisztult körülöttem minden, és nem jött be semmi negatív, nem jött be akkor semmi... Akkor nincs kérdés, akkor minden rendben van. Hát akkor? Értem a tökéletesnek látszó és érzett életemet, igen nem tökéletes, csak annak látszik. Igen, illúzió, Folytasd. felfogom. Majd, de ugye a jelenlegi társadalmi a sztereotípiák és a jelenlegi megítélések alapján mégis egy tökéletesnek mondható életet éltem ez idáig, és akkor jött egy olyan pont, amikor egyszer csak mint a leoltották volna a villanyt. Előbb-utóbb leoltják? Igen. Tehát ha az ember ezt a helyzetet bármi módon magára veszi, nem tud kilépni belőle, nem tud rálátni, akkor nem tudja újra teremteni sem. Hogyan ajánlod fel ezt a helyzetet másoknak? Hogyan gyűjtesz annyi bátorságot, hogy ebbe a helyzetbe bevonj másokat, és megozd másokkal ezeket az erényeket? Hiszen amit leírsz, az valamilyen erénynek a kivetülése. Valami módon ez a jó helyzet, kedvező élethelyzet megteremtődött. Benne vagy nyakig. De hogyha nem tudod újra teremtő módon szemügyre venni, akkor a következményévé váltál, és elveszíted a teremtő pozíciódat, és akkor hirtelen úgy tűnik, hogy leoltották a villanyt. Nem, csak kiengedted az irányítást a kezedből, és ennek a teremtménynek, amiben te nyakik benne vagy, a következménye lettél. És ezt nem szabad elfelejteni. Tehát a zen, mint kezdő szellem nagyon fontos. A kezdő nem azt jelenti, hogy mindig elfelejted a tapasztalatokat. A kezdő azt jelenti, hogy újra és újra a tapasztalatok birtokában megteremted ezt a helyzetet. Ezt a templomot mi naponta teremtjük újra. A reggeli, a déli, az esti gyakorlattal, az elvégzett munkával. A jelenléttel naponta teremtjük újra, és nem vesszük adottnak, hogy ez mindig itt lesz. Én kívánom azt, hogy mindannyian járjuk a teremtés és újra teremtés útját, amit teremtünk, azt tegyük másokért is, és ajánljuk fel úgy a világnak, hogy a darma ismeretében látjuk, hogy ezzel a világot jobbá tesszük. Mert másképp miért tennénk mindezt? Csak magunkért. Csak a saját büszkeségünkért, kielégülésünkért, önképünkért, miért tennénk ezt? Úgyhogy, ha másoknak fel tudjuk ajánlani azt a teremtést, amely segít a felébredés elérésében és a szenvedés megszüntetésében, akkor helyesen tettünk, és sohasem válunk a saját karmánk következményévé. Megköszönöm mindenkinek a nagyon-nagyon kitűnő figyelmet, a jelenlétet. Köszönöm, hogy a templomot segítitek adományaitokkal és egyéb materiális segítséggel. Mint tudhatjátok, egy építkezés kezdetén vagyunk, a nagy zenterem alapkölletétele idén lesz esedékes, és a szangának az erejét és eltökéltségét látva jó okát látjuk annak, hogy ez a nagy zenterem megépüljön, abban sokkal jobban el fogunk férni. Úgyhogy köszönöm az ez irányban nyújtott és nyújtandó segítséget, és szeretném azt, hogyha minél többször találkozhatnánk itt, és újra és újra a darmában elmerülve, gyakorolva járjuk az utat. Köszönöm szépen!